Köszöntöm Önöket, ez az esti RTL híradó. Több százezer ritka beteg, Magyarországon 6-800 ezer ember szenved valamilyen ritka betegségben. Van olyan kórkép, amit csak egyetlen egy embernél diagnosztizáltak Magyarországon. Jellemzően évekig tartó kálvári, amire kiderül, hogy mi okozza a tüneteket. Ma van a ritka betegségek világnapja. Van, akinek egy sima homokozó, viszont Miskó szerint ez egy dinoszaurusz gyomra, a csúszda pedig a nyelőcső. Csúszik, mászik, rohan, még nézni is fárasztó, mert ő is hamarabb fárad el, mint régebben a betegsége miatt. DMD, vagyis Duchenne-féle izomdisztrófia. Rajta kívül nagyjából 150 gyereknek van még ilyen betegsége Magyarországon. Miskó még nagyon mozgékony, nagyon jó kondícióban van. Én azt gondolom, hogy ez nagyban annak köszönhető, hogy mi szerencsések voltunk, a szerencsétlenségben természetesen, mert egy éves korában kiderült a betegség, ezért az összes mindenféle terápiát, ami elérhető manapság, azt nagyon korán el tudtuk kezdeni. Gyógyszer nincs rá, az izomsorvadás miatt 20-30 évig élnek a DMD-s gyerekek. A legnagyobb gond, hogy a betegséget nem ismerik fel. Őt is 8 hónapig vizsgálták, mire meglett a diagnózis. Ezért Miskó nevével alapítványt hoztak létre szülei, hogy segítsenek a hasonló betegeknek. Ennek a kislánynak a betegsége 1 a 80 000-hez. Kálváriát járt a családja, mire megtalálták, hogy mi a baj. A kálváriának az a lényege, hogy a ritka betegségről nagyon ritka az az ismeret, ami van. Az egyetemi oktatásban ez apró betűs rész. A ritka betegségeknek körülbelül 7-8 ezeret tartunk a ritka betegségek közé. A döntő többségét az én generációm egyáltalán nem tanulta. Viszont a tudomány fejlődése révén, ha megvan a betegség, már jobb életminőséget tudnak biztosítani. 2007 óta például 26 féle anyagcserebetegségre szűrik a csecsemőket, évente 50 életet megmentenek ezzel. Összességében rengeteg embert érint, és törődnünk kell vele még akkor is, hogyha egy-egy betegségben csak néhányan szenvednek, de ők viszont tényleg anyátlan, apátlanok is lehetnek, és teljesen kiszakadhatnak, elszigetelődhetnek a társadalom többi részétől. A ritka betegségek egyes eseteit nemzetközi nyilvántartásba vennék azért, hogy segítsenek a felismerésben. Lábak és karok nélkül született, mégis a világ egyik legszerencsésebb emberének tartja magát, az ausztrál Nick Vujicic. A 30 éves férfi tinédzser kora óta járja a világot és tart előadásokat arról, hogy fogyatékosként is lehet teljes életet élni. Vujicic április közepén Magyarországra jön, ebből az alkalomból adott interjút híradónknak. Focizik, horgászik, motorcsónakot vezet, golfozik, csúszdázik és fejest ugrik Nick Vujicic. Mindezt úgy, hogy lábak és karok nélkül született. A szerb származású, de Ausztráliában élő férfi fiatalon még nem gondolta volna, hogy teljes életet élhet. Azóta viszont megházasodott, és február 13-án megszületett kisfia. Soha nem felejtem el azt, amikor a feleségem megmutatta, hogy rúgott, amikor a hasában volt, vagy amikor először felsírt, vagy mosolygott. Kicsit tartottam attól, hogy még nem állok készen az apa szerepre, de az a félelmem elmúlt, amint a kisfiam megszületett, meséli Nick, aki internetes kapcsolat segítségével adott interjút kaliforniai otthonából. Vujicic 17 éves kora óta járja a világot, áprilisban a Nem adom fel alapítvány meghívására Magyarországra is eljön. Budapesten, Pécsen és Debrecenben tart előadást. Hogy vagy? Ez az egyetlen magyar mondat, amit tudok, de nagyon sok magyar barátom, ismerősöm van, nagy élmény lesz velük és a magyar közönséggel találkozni, mondja. Nick fogyatékossága ellenére a világ egyik legszerencsésebb emberének tartja magát, mert előadásaival reményt adhat, hogy sérült vagy épp emberként hogyan érdemes élni. A legfontosabb, hogy minél többen megértsék, az akadályokat lehetőségé kell változtatni, hálásnak kell lenni azért, amink van, igenis lehet nagyot álmodni és sosem szabad feladni, meséli. Vujicic magyarországi előadásainak bevétele jótékony célt szolgál. A teljes összegből felépítik Óbudán Magyarország első olyan passzív házát, amely funkcionálisan fogyatékos emberek lakó otthona lesz. Viszontlátás!